És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, s a folyókon azok ellen borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Keresztény testvéreim, akkor, amikor október 6-ára gondolunk, akkor talán érezhetjük azt, hogy lényegében olyan érzések keríthetnek bennünket hatalmában, mint amilyen maga a zsidó népben, Izrael népében volt a számüzetésben, Babilonban. Ott volt a múltja, ott volt a csodálatos márciusi fellángolás, ott volt az öröm, de ugyanakkor ott volt az is, hogy mindez már oda tűnt, mindez már nincs. És az is érdekes, hogy az Úristen, mint sokszor, legelőször meghatározza magát, azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te teremtőd és a te alkotod. Tehát, mint egy figyelmeztetni akarja, hogy igen, lehet, hogy úgy érzed, hogy fogságban van, lehet, hogy úgy érzed, hogy itt most mindennek vége, nincs tovább, de te ne feledkezz meg arról, hogy én vagyok a teremtő Urad, és én vagyok a te alkotod. És biztos, hogy akkor, amikor bekövetkezett a világosi fegyverletétel, magyarságunk egész sok tömege úgy gondolta és úgy érezte, hogy itt most mindennek vége. És készültek a megtorlásra is, tudták, hogy ez nem marad csak így, hanem hajnalok és a hozzá hasonlók mindenkit ki fogják köszönni ezt. És éppen ma olvastam, hogy az oroszok, a cári csapatok nem akarták először a tiszteket átadni, de hajnalok nagy örömmel jelentette és írta az egyik levelében azt, hogy igen, sikerült, és törzsös őrmesteri tisztség alatt nem is egyezett és nem is tárgyalt az oroszokkal, hogy az annál nagyobb tisztségben vagy rangban levőket ne engedjék el, ne adják át a cári csapatok, a cári vezetőség, a cári hadseregnek a vezetősége nekik, a Habsburgoknak. Igen, ott van október 6, ott van a miniszterelnök, a tábornokok és a többi tisztnek a kivégzése. Ott van az az időszak, amikor népünk életében ugyanúgy talán érződött a sötétség, érződött a kilátástalanság, érződött az, hogy vajon lesz-e tovább, lesz-e, aki küzdjön, lesz-e, aki felvegye ugyanúgy a harcot. Mert mit érzett a zsidó nép a babiloni fogságban? Azt, hogy mindaz, ami ott van idegen tőle. Idegenek az istenek, idegenek a válványok, idegenek a vallásos szokások, nem tudnak azonosulni vele, hol van az a szép, régi, csodálatos emlék, amikor a jeruzsálemi templomban még egyszer minden évben el kellett menni, és meg kellett mutatni az Úristennek az áldozatot. Ez már csak szép emlék, ugyanúgy, mint 49 végén, szép emlék maradt a szabadság, szép emlék maradt a szabadság vágy, és szép emlék maradt a sok-sok harc, a sok-sok áldozat, és a sok-sok küzdelem. Igen, de akkor, amikor a zsidó nép ezt érzi, akkor valami történik. És ez nem csak az, hogy az Úristen emlékezteti a népet arra, hogy én vagyok, a te teremtőd, és én vagyok a te alkotód, hanem az is, hogy biztatja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Tehát lényegében az Úristen érzi, hogy ennek a népnek az elesettségben támogatottságra van szüksége, biztatásra van szüksége arra, hogy ő közeledjen most a nép felett.
és mintegy megmutassa a népnek, hogy igen, én megváltottalak, elindult benne van a megváltásnak a ténye. Ne légy te az a nép, amely fejre csükkesztve jársz. Ne légy te az a nép, amelyik nem tudod, hogy ki vagy és mit akarsz. Mert neked vagyok én. Én, aki egy új életminőséget adhat neked. Még akkor is, hogyha kívülről úgy tűnhetik, hogy vesztett a csata, mintha kívülről úgy tűnhetik, hogy nem lesz győzelem. És igen, Hajnó írja a levelében, hogy úgy írtja a magyaroknak a vezetői, hogy 100 évig nem lesz bennük kedv harcolni a szabadságért, és nem lesz szabadságharc. És igaza is volt, mert ha kiszámoljuk, akkor a 100 évet meghaladta a következő szabadságharc. A másik keresztény testvéreim, ami a zsidó néven erőt vett, az az egyedül lét. Az, hogy itt a fogságban magukra vannak, a fogságban egyedül maradtak. És ha Szentírásban egyedet nem olvasunk el, csak Jeremiásnak a síralmait, akkor érezhetjük és láthatjuk, hogy mennyi fájdalom, mennyi panasz gyűlt ebben a népben össze, és mennyi keserűség. Izrael megnémul, hegedűt Babilon vizei mellett felakasztja a fűszál. Az emlékek azok, amik még vannak, de az emlékek is már lassan-lassan kezdenek halványulni. És akkor az egyedüllétben szól a Teremtő Isten, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert megváltottad. Ne félj, mert neveden hívtalak téged, mert enyém vagy. Milyen nagy-nagy biztatás, megváltás volt ennek a népnek. Hogy igen, ott, az egyedüllétben, ott, amikor úgy nézett ki, hogy minden elveszett, az Úristen mégsem hagyta, hogy elveszett. Az Úristen nevén nevezte őket. Az Úristen mondta, hogy az övé, hogy az elveszettségben is megtalálta azt, aki kivezetheti őket innen. Isten tehát vállalta az ő népét, keresztény testvéreink, vállalta azokat, akik reálbízattak. És ha megadatik a mi számunkra a lehetőség, hogy keveset, hogy lélekben is készülünk október 6-án, akkor talán időnként elővehetjük a tábornokoknak vallomásait, és talán érezhetjük a szavaikban, a leírt szavakban, a megélt élményekben ugyanezt az egyedül lépet. Ugyanazt, hogy mit voltak a tennivalói a kivégzés előtti este, éjszaka, mert a legtöbbük nem aludt, hanem virasszott, és melyiknek mi volt a szava a kivégzés előtt. A gróf Vécsei Károly, mivel ő volt az utolsó képfejegyzett, és már más élő nem volt, odament Damjanicshoz, és letérdelt, és megcsókolta őt. És a leírások szerint a katonaság soraiban is sírás hangzott fel, mert egy magyar gróf lehajolt egy egyszerű szerb parasztfiúhoz, aki emberségből nagyra vizsgázott, és az az egy szent dolog a szabadság. A szabadságért való küzdelem és a szabadságért való vágy. Mindenképpen össze tudta őket kapcsolni. És ilyen vallomások vannak keresztény testvéreink, mind melyhez hasonlókat mondanak, és írnak le, amit még leírhattak. De az egyedül létben sem maradtak magukat teljesen, mert gyorsan lelkipásztorokat kerestek, és az akkori aradi református lelkipásztor és négy minorita szerzetes vállalta az, hogy bemegy a foglyokhoz este, és bemegy a foglyokhoz reggel a kivégzés előtt. És ők ugyanúgy leírják a
sokszor már elviselhetetlen tényeket. Sokszor azt, hogy ők is szerettek volna meghalni ezekkel a tábornokokkal, mert annyira azonosultak vele. Vagy sokszor azt, ez például a református lelkipásztor írja, hogy egyszerűen amikor bement, nem tudta, hogy mit mondjon. És a tábornok volt, aki bíztatta. A tábornok volt az, aki elődöntött vele. Igen. Ő vigasztalni jött, bátorítást előnyújtani. És ha az erejé gyenge, ismert ember, de tudja szólni Istennek az igéjét. Ilyen tehát az egyedüllét keresztény testvéreim. Így érezték magukat, így éreztették magukat. Ezek a nagy emberek, akik a teljes életüket rátették arra, hogy a szabadságért harcoljanak és küzdjenek, és hogy az utánuk jövő nemzedékeknek más legyen, más lehessen az élete. És jelképesen és érthetően is elmondja az Úristen a zsidó nép számára is, hogy mit jelentett ez. Mit jelentett az, hogy biztatta, hogy megváltotta, hogy nevén hívta, hogy az ő. Azt, hogy mikor 14 át én veled vagyok, a folyókon, akkor azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzselt téged. Kézzelfogható dolgok, tehát keresztény testvéreim, amit mond az Úristen ennek a fogságban levő egyedül panaszokkal teli népnek. Igen, az életnek ilyen nehéz helyzetében sem hagyja el, velük van, mert én vagyok az Úr, a Te Isten. És ez mind azért teszi, mert van egy Ura, van egy Istenem. És amikor nép elgyengül, akkor még jobban szükség van Istennek a személyiségének. És milyen nagy dolog lehet, és nagy dolog lehetett a tábornokoknak is, hogy tudhatnám, hogy ők egy olyan szent célért harcoltak és küzdöttek, amely által talán Isten előtt még értékesebbekké váltak. Nem voltak tehát olyanok, akiket az Úristen háttérbe szorított, hanem olyanok, akiket az Úristen becsül. És milyen nagy dolog, hogyha bennünk, és egyre többünkben, miért nem mondanám azt, hogy felnőttekben is, de gyermekekben is, nőnek azok, akik egy teljes életet rá tudnak és rá mernek tenni egy szent célnak az érdekében. Nőnek az október 6-ai áldozatok, a tábornok, és a más esetleg nem annyira kiemelt hősök is. És ugyanúgy értékesség példaképpé válnak a mi számunkra is, hogy a harcot vállalni kell, hogy a küzdelmet feladni soha nem szabad. A mérnek egyik tárnyéjában, amit az Úristen ad a mi számunkra, keresztény testvéreim, ott van az ő irántunk való szeretete és gondoskodása. Másik felében az, hogy mi fontosak vagyunk az ő számára. Vigyük tehát magunkkal úgy október 6-nak az üzenetét, és jelenjenek meg úgy lelki szemeink előtt az október 6-ai hősök, mint akik példát tudtak adni a szabadságvágyból, példát tudtak adni a küzdelemből, példát tudtak adni a megjelen hátrálásból, példát tudtak adni a mi számunkra arra, hogy mi se legyünk a meghátrálás emberei, hanem tudjunk küzdeni, és tegyük rá életünket. Mert az Úristen minket is bíztat, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, és enyém vagy. Amen.